Rudolf Giuliani elismerte pénzért írta azt a levelet, amelyben a romániai korrupció ellenes harc túlkapásaira figyelmeztette Klaus Johannis államfőt, Viorica Döncsila kormányfőt és a két házelnököt. New York volt polgármesterem a politico.eu portálnak nyilatkozott erről. Giuliani elmondta, a pénzt az FBI egykori igazgatója Louis Frácégétől kapta. Louis Fre a Romániában korrupcióval gyanúsított és Nagy-Britanniában letartóztatott román üzletember Alexander Adamescu ügyvédje. George Mayor a Románia Washingtoni nagykövetem, akit Giuliani a korábbi elnökeként és a titkos megállapodások egyik aláírójaként is név szerint említ levelében, már a megjelenésekor egyes lobbycsoportok megnyilvánulásaként értelmezte azt.